Verdi, harmadik rész. A főszerepben Ronald Picard, Varga Gábor és Carla Fracci, Piccoli Gerda. Írta Renato Castellani. Fényképezte Giuseppe Ruzzolini. Tönkreteszi magát ezzel. Soha nem pihenhetek. Tudtam, úgy féltem előre. Ha csak egy hetet pihentem volna, vagy csak pár napot, akkor rendbe jön a hangom. De olyan sokat kellett énekelnem. És tönkretettem az operáját. Ne szóljon semmit, jól tudom, mit érez. Nem. Nem. Nem tudja. Talán ekkor történt. Ekkor kezdődött a szerelem Verdi és Giuseppina Strepponi közt. A szövetség, ami egy életen át tartott. Nem tudhatjuk. Ezt a titkot Verdi megtartotta magának. De van egy nyomunk. Abban az időben Donizetti így írt egy barátjának. Strepponi hangja odalett. Még az ő Verdie sem lépteti fel az operájában. Az ő Verdie. A színházban gyorsan terjednek a hírek. 1842. március 9-én a Nabucco-t bemutatta a Scala. És Giuseppina énekelt. Nem olyan jól, mint tudott vagy szeretett volna, de énekelt. A Nabucco óriási siker volt, de akkor, hogy egészen megzavart. Az volt a benyomásom, hogy rám akarnak támadni, hogy rám ugranak. Győztél, győztél! Köszönd meg, fordulj oda! Egyszer kifütyültek, de most micsoda siker! Nem csak a zene szépsége, de az ereje is lenyűgözte a közönséget. A brutalitása. Itália éppen erre az erőre várt. A szépség földje rabságban sinlődött, és ez fájdalmas volt. A nép már nem tudott azonosulni Bellini szomorkás beletörődésével. A készülő lázadásnak új hősök kellettek, és új hang. Verdi hangja. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Nem úgy szól ez, babám! La la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Jöjj, kincsem, táncolj, ha akarsz, de kíméld a hangot! La la la, la 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 la.
Köszönöm. Milánó megőrült érte. Szerinted ez a Nabukodonozor? A kórus. A kórus, hogyan már? Egy szóldó a szöveg, a kórus szövege. Nabukó, a kórus szövege. A kórus szövege, uram. Uram, a Nabukó. Mi is ez? A kórus szövege, csak egy szóldó. Nyakkendők Verdi módra. Egy Verdi nyakkendő. Ott van. Jól állna rajtam is, ugye, apám? Megismerem. Még a nyakkendője is. Hé, láttad ezt? Nyakkendő. Igen, tudom, láttam. De most menjünk. A szokásos étterembe megyünk. Persze, nem is a Grand Hotelbe. Nézd, az Verdi. Biztos vagy benne? Persze, ki más? Hé, várjatok, várjatok meg. Emelj fel, én is akarom látni. Jó, gyerünk. Látod már? Ez az. Lala, 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 lala. Elég, menjetek innen. Adjátok végre békén. Ne haragudjon, Marcy. Nem baj. Ezek nem csak buta gyerekek. Semmire kellők. Mivel kezdenék? Lazanya a Verdi. Ez a különlegességünk. Idióta. Tessék! Maestro Verdi nincs itt? Láthatja. Elment. Elment? Hová ment? Egy fél órája, hogy jöttek érte. De ő mondta, hogy kettőkor jöjjek. Én sem tudhatok mindenről. De mégis, hol van? Elment. Üzenetet kapott a hölgytől, valószínűleg odament. Milyen hölgytől? Signora Streponitól. Biztos át akarta venni vele a szerepet. Megbeszélték, hogy ide jön? Igen, kettőre. Úgy volt, hogy elkísér. Hová? Nem érdekes. Így a jobb neki. Még fiatal. Megérted? Hm? Gyorsan, gyorsan, kezdődik a balett! Munkások, kifelé, kifelé! Színpadra, kislányok! Gyorsan, 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 gyorsan! Mozgás, mozgás! A Nabucco utolsó előadásainak egyike volt. Abban az időben egy opera két felvonása között mindig egy balett került színpadra szünetgyanánt. Uraim! Szedjék a lábukat! Függöny fel! Miért dörömböl? Tapintatból. Jöjjön be. Milyen butaság. Ó, Merelli. Uraim, hogy vannak? Jó, köszönjük, kedves Merelli. Azt látom, egy kis ünnepség. Csatlakozik hozzánk. Kihasználva a balett szünetet csillapítjuk az éjséget. Úgy látom, pezsgővel. Megkínálhatom? A Nabukodonozor óriási sikerére. Igazi győzelem, Ronconi. Hála önöknek is. Tessék, maestro, írja alá. Mi ez? A szerződése. Egy operára, amit lekötök az új évadra. Olvassa el és írja alá. Minden benne van, kivéve a tiszteletdíj. Üresen hagytam. Töltse ki ön. Üresen hagyta? Hogyan? Ó, valóban nincs összeg benne. Igazán? Ott nézem.
Mennyit ír oda? Szerintem... Tekintve ezt az óriási sikert, írhat legalább... 7000-et. Milyen 7000? Osztrák lírában. A Nabukodonozor után. Ha. A maestro még semmit sem levett. Mennyit is mondod? 7000-et. Legkevesebb annyit. Nos, a Nabukko sikere kérem, után... Kérem, uraim, legyenek olyan jogisfejezzétek. Túl nagyobb a varrítás, kérem. Úgy van, hagyják őt nyugodtan készülődni. Ne aggódjon, még legalább fél óra van a balettből. Szó sincs róla, már túl voltak a felé, mikor idejöttem. Akkor menjünk, uraim. Nincs mit esetleg tenni. Még egy süteményt. Nem fog ártani. Jó, de jöjjenek már. Orevoár! Merelli, az öltöztető még visszajön. Hagyja nyitva, kérem. Ahogy óhajtja. Ám, ha aláírtad, tegye az asztalomra. Ó, az ajtó nyitva. Verdi később felidézte az esetet egy levélben, a ritka alkalmak egyikén, amikor a Giuseppinával való kapcsolatáról beszélt. Giuseppina szerepe döntő volt. Már ekkor úgy lépett fel, mint tanácsadó és barát, ahogy a későbbi években mindig. A Nabucco akkora siker, hogy biztosan elhamoznak majd ajánlatokkal. De a Scala mégiscsak a Scala. Egy különleges barát. Nem pusztán gyerekes fellángolás kötötte össze őket. Jóval több. Egy mély barátság vált nagy szerelemmé. Merelli azt mondta, tölts ki te. Én azt mondanám erre, ha megengedett. Természetesen. Ne kér se túl keveset, se túl sokat. Rendben. Mit tanácsol a bölcsesség? A normáért Bellini 8000 osztrák lírát kért. Ez megfelelhet. Köszönöm. A szemceruzá. Nem vennéd sok használ. Bocsánat. Tessék. Jó estét, Giuseppe. A portást nem ismer és alig akart felengedni. Signora Strepponi, bemutatom Signor Barezzit, az apósomat. Á, a maestro gyakran beszél őről. Rólam. Hm? Ó, Verdi. Színpadra, Signora Strepponi, színpadra. Bocsássanak meg, uraim. Oh, hogy kérem. Az apósom. Giuseppinának még meg kell tanulnia, mit jelent Barezzi Verdinek. Kisasszony, induljon! Olvasd el alaposan. Verdi számára Barezzi buszétót jelentette. Szinte egy apát, aki támogatta a tanulmányait. Csak az én hibám lesz. És Margaritát. Margarita gondosan őrzött kitörölhetetlen, soha meg nem fakuló emlékét. Az elkövetkező 25 évben egészen Barezzi haláláig Verdi mindig apósának szólította őt. Kedves apósának. A mi nagy Verdink. Igen. Ha megengedik, én megyek. Értem, te is elutazol. Anina, ellenőrizd a csomagokat. Mindjárt lehozom. Oh. Köszönöm, én Adéle. Köszönöm, Signora Strepponi. Jó utat és viszontlátásra az új évadban. De egyáltalán nem volt biztos, hogy Giuseppina számára lesz új évad. A Nabucco mind a 8 előadásában énekelt. Énekeltem, vagy inkább csak vonzoltam magam előre a fináléig. Ezt egy barátjának írta ebben az időben. A hangja elroncsolódott, Abigail nehéz szerepe összezúzta. Az orvosok megállapításai súlyos veszélyt jeleztek. Signora Strepponi, különböző torokirritációkban szenved, amelyek súlyosan veszélyeztetik a tüdejét, ha csak fel nem hagy az énekléssel és nem változtat az életformáján. Változtatni az életformáján, de akkor miből fog élni? Miből fogja eltartani a családját? Az anyját, az öccsét, a húgát és a gyermekeit? Elviszed ezeket a virágokat? Nem, a tiéd lehet. Jó utat neked! Köszönöm. Verdi, asszonyom. Igen? Giuseppina most egy darabig nem tud majd énekelni. Verdi számára a Nabucco győzelmet jelentett, de Giuseppinának elváltak útjaik. Giuseppinának kevéske megtakarításáról kellett gondoskodnia. Verdit a hírnevéből adódó kötelezettségek foglalták le. Milánó legfőbb ékessége a katedrális volt, azután jött a Scala és azután Maffei grófnő szalonja. Köszönöm.
A város értelmiségének legjobbjai gyűltek össze itt. Írók, festők, filozófusok, hazafiak. Signor Sole! Donna Maria! Maestro Verdi! Maestro Verdi! Itt van Verdi! Nézzék, szól grófnőnek! Grófnő, itt van Verdi! Igen? Jó estét, asszony! Giulio Carcano, Shakespeare fordítója. Carlo Cattaneo, közgazdász és író. Maestro Verdi! Cesare Correnti, író. Tommaso Grossi, költő. Manzoni, jó barátja. Fekete, mint a farkas. Francesco Hayes, festő. Maestro. Örvendek. Verdi. Grófnő. Átadom önnek. Bravo, Soli. Clara Maffei, a barátainak Clarina 7-8 év alatt létrehozta Milánó leghíresebb szalonját. Minden híresség megfordult a fogadószobájában. Muszáj volt megszereznie Verdit is. Oly boldog vagyok, hogy eljött. Valamennyien de a híres szalon nem csak az értelmiség vagy az írók találkozó helye volt, de mindazok, akik abban az időben tenni akartak Itáliáért. Ha ön mondja, bizonyának. Itália mindenki most apró államocskák keverce az osztrákok igája alatt. Meg kell szabadulnunk az elnyomástól. Úgy van, meg kell szabadulnunk. Uraim! Ezek a fiatal emberek nagyrészt republikánusok, Mazzini követői voltak. Itália! És egy egységes nemzetről álmodoztak. Abban az időben Itáliát csak egyetlen közös nyelv tartotta össze, amelyet az egész félszigeten beszéltek. A zene nyelve. Micsoda zene. Olyan édes, mégis erős és büszke. Gyönyörű, igazán gyönyörű. De... Igen? Miért ez az ajánlás? Hogyan? A grófnő erre az ajánlásra gondol. Alázatos ajánlással ő királyi fensége ausztriai Adelaide számára. Itáliámba repítsen a honvány. Miért? Igen, miért? Itália. Ez a gondolat nem állt távol Verditől. De még sosem hallotta ezt a szót ilyen méltósággal, ilyen szenvedéllyel kimondani, mint ebben az értelmiségiekkel és hazafiakkal teli szalomban. Az igazat megvalva Verdi számára a Babilon folyóinál zokogó zsidók nem jelentettek mást, mint e zsidókat, a Biblia népét, amely oly sokat szenvedett. Most ezekből a zsidókból olaszok lettek, és Jeruzsálem az elveszett otthon helyébe, Itália lépett. Nem tesszük félre a zsidókat és Babilont, és beszélünk a saját igánkról, az olaszokéról. Verdi másoktól nem fogadott volna el ilyen kritikát és megjegyzéseket, de ezek itt elismert emberek voltak. Legyen bátorságunk levonni a következtetéseket és meglátni a valóságot. Megkínálhatom egy itallal? Elrabolhatom. Klára, fel kell ráznunk az olaszokat. Könnyebb mondani, mint megtenni. Jöjjön, ott van a cenzúra, hogy elfelejtették? Bármelyikünket leállíthat a cenzúra. Torresani Báró, az osztrák birodalmi rendőrség feje, nagyítóval vizsgálja a könyveinket, remélve, hogy talál valami kivetni való. Így is lett. A cenzúra megtette a magáit. A lombardok az első keresztes háborúban. A lombardok az első keresztes háborúban. Ez volt a címe az új operának, amelyet Verdi és Solera a Scalának írt. Már egész Milánó erről beszélt. Tehát most meg a lombardok. Tud róla, hogy kifogást emelt az egyház? És egyébként a mi cenzúránk is. Itt van ez. Mindenki talpra, felhát a harcra. De hát azt a szaracénok mondják. Hogyne, hogyne. De mivel mégis olaszul énekelnek, azt hát... mégse várjuk, hogy szaracénul daloljanak. Hol van Maestro Verdi? Nem értesítették? De, csak hogy Pármában van. Igen, Bussétóban. Ő odavalósi. Dolga volt, így megkért minket, aha, hogy... Verdi nem volt hajlandó megjelenni a cenzori hivatalban. Nos, mivel ön az impresszárió, és ön kedves Solera, a költő, akinek a soraihoz a Maestro zenét ír, nincs akadálya, hogy átnézzük a szöveget.
Van itt egy-két hely, ami... Ah! De majd, ha újra hív, az égi szózat, szívemben hősi évek ifjúi lángja éled, dermet kezemhez kard acélja ér. Ezt nem egy szaracén mondja, itt egy valódi olasz szó. Nem egy lombárd. A Szent Sír felszabadításáért küzd. Márpedig ez igazán méltó cél. Hálát az úrnak, ki győzött. Harcba hívott, s az élünkre állt. A zeneit biztosan felemelő, és én, aki magam is rajongok a zenéért, hogy is korlátozhatnék egy ifjú, zabolátlan tehetséget, ki oly vakmerő, hogy nem hajlandó megjelenni. De buszétóban van. Tudom. És itt vannak még a vallási problémák is. Az egyik helyszínük a Szent Ambrus templom. A Szent Ambrus itt Milánóban. Kétségtelenül jó választás. Na de félreérthetetlen. A helyszín Itália. Azaz Milánó. E város nem Itália része? A történet idején nem. Ez volt Verdi első összeütközése a cenzúrával. Ezzel a szörnyeteggel, mely Itália szinte minden színházát folytogatta. 11 hónappal a Nabucco után a lombárdokat bemutatták a Scalában. Az izgalom és a várakozás elsöprő volt. Verdi francia életrajzírója, Puzsén, aki kortársa volt, ezt írja. Már korán reggel hatalmas tömeg állt sorban a színház előtt. Akár órákon keresztül is várakoztak, hogy végül bejussanak a karszatra. Tessék, vegyenek! Csonkát, sajtot! Parancsoljanak! Nem csak a karzat fanatikus opera rajongói égtek lázban. De az elegáns milánói közönség is felbojdult. Én is próbáltam jegyet venni, de már elfogyott. Három órakor, amikor kinyíltak az ajtók, a tömeg őrületes erővel nyomakodott fel a lépcsőn. A karzat kevesebb, mint 10 perc alatt zsúfolásig megtelt. Mivel tudták, hogy sokat kell várakozni, mindenki hozott valami elemózsiát. Itt van, tessék, ez a tiéd és Giovanni. Kolbászos, tessék. Van kenyere? Kolbász is van, tessék, legyél még finom. Vigyázz, meleg. Tovább adná ezt, kérem, köszönöm. Csak tudja még rúzetta, egész jó. Kóstold meg ezt. Engedjenek át! Pardon! Hey, adj vissza! Én úgyis megtalálok! Pardon! 6 órára papír és más szemét borította a folyosót és a lépcsőházat. És a plafonig megtelt karzatról sült kolbász és fokhagyma jól felismerhető tömény illata ára. Elkezdték meggyújtani a gyertyákat. Ide is tegyenek egyet! Ide is kell gyertya! Nézd, gyertya! 7 órára már mind a 3000 gyertya égett. Ezeknek egészen az előadás végéig világítaniuk kellett.
8 órára minden széket elfoglaltak az operában. Azzal, hogy bejáratos lett a Maffei szalomba, valamint a Nabucco és a lombárdok hatalmas sikerének köszönhetően, Verdi nem csak az értelmiség, de a milánói arisztokrácia köreibe is bejutott. Ebben az időben gyakran mutatkozott nemes hölgyek társaságában, akik körül rajongták. Ő ezt egy kis udvarlással viszonozta. Ez szükséges szakasza volt egy vidékről érkező tehetséges ifjú pályafutásának, de nem tartott sokáig. Óriási sikert aratott, talán még nagyobbat is, mint a Nabucco. Bár ez nem volt olyan meglepő és annyira spontán. Bravo! Bravo! A lombárdokban Verdi és Solera ismét azokhoz az elemekhez folyamodtak, amelyek ötvözete szerintük a Nabuccót is sikerre vitte. Egy nagy korális téma, háború, imádság és főként a hazafiság. De a Nabucco titka abban állt, hogy Verdi számára a zsidók csupán zsidók voltak. A lombárdok gyengesége és a középkori szereplőket, akik fogadalmakat tesznek, kardot rántanak és küzdenek a szabadságért, kifejezetten a 19. századi olaszokra szabták. Jó éjszakát, maestro! Verdi hallgatott az ösztöneire. A következő operáját, amelyet a velencei La Fenice számára írt, magányosan alkotta meg. Távol a milánói divatoktól, távol az értelmiségiek és a hazafiak nyomásától. Ha gyorsan végzel, mehetünk is haza! Az 1843-as év nagy részét Busszétóban töltötte. Pármában a Teatro Ducale a Nabucco bemutatójára készült. Uraim! Végre! Hát itt van! Látják, hogy itt vagyok! Ó, már nagyon hiányzik! Szeretnék! Köszönöm! Majd később! Ami azt illeti, reggel 7 óta várunk! Signor Barezzi! Én...
Gyere! Maestro! Ennek a Nabuccónak Giuseppina Strepponi volt a csillaga. Maestro! Signora Strepponi már itt is van. Bocsássanak meg. Menj csak. Asszonyom, én... Már jól vagyok. Bizony. Igazán. Tudom. Következő darab. Rendbe jött a hangom. Tudom. És olyan hálás vagyok. Tudom. Ahogy én is. Tudom. Ez volt a második találkozásuk. Verdi Bécsből tért vissza, és szinte bizonyos, hogy ez volt az oka. Pármai tartózkodása idején Verdi levelet váltott a velencei La Fenice színházzal az új operája miatt. Jó. A szerződés, amit a velencei operával kötött, olyan okosan van megszerkesztve, ami... Ami? Az énekeseket te választod ki. Igen, de nem, együtt a... te. Giuseppina Strepponi közreműködésére utal. Aki ezúttal is bölcs tanácsadónak bizonyult. Én? Te írd be. De mennyi legyen? Bocsáss meg, kedves, mi? A díj. Ó, a díj, igen. Nos, én szerintem a honorárium... 12 000. 12 000. 12 000 osztrák lira. Osztrák. Egy dolog bizonyos. Giuseppina miatt Verdi folyamatosan késleltette távozását Pármából. Ezt elárulják a levelei is. Április végéig leszek Pármában. Április vége elmúlt. Verdi ekkor ezt írja. Pármában maradok még 9 vagy 10 napig. 10 nap múlva, május 17-én ezt írja. 22-én este utazom el Pármából. 22-e eljött és el is múlt. 25-én ezt írja. Még néhány napot Pármában töltök. Egészen a szezon végéig Pármában maradt, megvárva a Nabucco mind a 22 előadását. Utolsó levelei egyikében ezt írja. Holnap Busszétóba megyek, hogy anyámmal találkozzam. A ritka alkalmak egyike ez, amikor említést tesz a szüleiről, hogy anyámmal találkozzam. Anyámmal. Verdit mélyen érintette, amikor néhány év múlva az édesanyja meghalt, de keveset beszélt erről. Kapcsolata az apjával és az anyjával kétségtelenül nehéz volt. Ő híres lett, miközben a szülei vidéki emberek maradtak. Azt hallottam, Giuseppe Pármában van. Alig pár kilométerre innét. Gondolod, eljön majd ide? Valószínűleg dolga van. Attól még meglátogathatna. Most gazdag és híres, de azért én mindig az apja maradok, és ő mindig a fiam lesz. Gazdag. A Póvölgyében élő parasztok hagyománya szerint, ha a család egy tagja pénzhez jut, abból az egész család részesül. Ideje annak is, hogy megnősüljön. 3 év telt el. Busszétó legmódosabb családjai versengenének, hogy melyikük lányát vegye el Giuseppe Verdi. Ide kezd, ki kell szednem a hernyókat. Carlo Verdi úgy gondolkozott, mint a többiek, akik a kocsmáját látogatták, akik figyeltek és ítéltek. Signor Carlo, ajánlanék egy nagyszerű befektetést a pénzének. De kinek van pénze? Egyebem sincs, mint ez a kocsma. Ugyan, ugyan. Lenne ott, ha akarná. Árulnak egy birtokot Vitalenzo környékén. Tudja, a Fabriániékét. Az egész birtokot. Őröstül, bőröstül, sőt, a házat is, méghozzá Bagoly. Nem nekem való. Itt csak Giuseppének van pénze. Az ugyanaz, nem? Nem teljesen. Nem egyszerű. Persze, ha Giuseppének lenne egy kis esze, és rám bízná a pénzügyeket, az a Vidalenzói birtok már a sebében volna.
De az ő esze csak a zenén jár. Ha üzletről van szó, nézd, mint a bálám szamara. Hallgass, maradj bár nyugtott-e. Én vagyok, megjöttem. Lemerjek szállni? Még sosem látott azért csahol. Ne! Gyere be, csupa por vagy. Menj be a kocsmába és igyál valamit. Hát te itt vagy! Milyen meglepetés! Anélkül, hogy egy szót is üzennél. Hogy van, apám? Na mi az? Hát meg se ölelsz. Luisa, a csomagokat, nesze! Gyere ide, az én fiam. Épp azt mondtam magamban. Ha nem jön, elküldettem kell érte. Jókor jöttél, a legjobbkor, ugye, Luisa? Van egy jó kis birtok Vidalenzo mellett. Ilyen üzlet csak egyszer van az életben. Higgy nekem, én ismerem ám az árakat. Az apád egy üzletember. Nem, adja ide a csomagokat. Túl nehezek. Nem benne, ha most nem beszélnénk üzletről? Az egész birtok a miénk lehet, és szinte ingyen. Akkor vegye meg. Tessék! Mit hoztál? Minek ennyi minden? Túlzásba viszed. Dehogy csak, nadrág apámnak, anyámnak meg bársony. De hát a bársony nem nekem való. Gyere bejjebb. Hová vegyem fel, hisz alig mozdulunk ki a faluból. Vegyem meg. Akkor adj pénzt! Pármában vége az évadnak. A nyár is elmúlt. Verdi most Velencében van, hogy a Teatro La Fenice színpadán bemutassa az operáját. Verdi tehát Velencébe ment. És Giuseppina? Giuseppina Bolognába tartott, hogy énekeljen. Ezekben az években kapcsolatuk találkozásokból és elválásokból állt. Mintha mindketten haboztak volna, hogy komolyan összekössék az életüket. Különösen Verdi. Ott volt Busszétó kisvárosi légköre és Barezzi. Mit mondanának, ha Margherita helyét elfoglalná egy asszony, akinek olyan múltja van, mint Giuseppináé, akinek eltitkolt gyermekei vannak? Giuseppina maga is gyötrődött a múlt miatt. Úgy érezte, bűnös és vezekelnie kell, ha méltóvá akar válni Verdihez. Ha ez egyáltalán lehetséges. Ez a bűntudat magyarázza a sok habozást, bizonytalanságot, ami kapcsolatuk véglegesítését megelőzte. A találkozások és elválások éveit. Maestro Verdi! Signor Maestro Verdi! Ahoj, Maestro Verdi! Bocsánat, engedjenek! Hová megy? Nem, a császári operától vagyok, itt a vendégünk. Ó, Signor Verdi, Isten hozta Velencében, én Piave vagyok, a szövegíró. Levélben már volt szerencsénk, összeírtam a megjegyzéseit a librettóról. Ne aggódjon, meg lesz elégedve, jöjjön csak, kövessen. Mindenki önt várja, itt van Mocenigo gróf, az impresszáriónk, a főnök. Ő pedig dr. Brenna, a La Fenice igazgatója. Maestro? Menjünk, a közelben foglaltam szálláshelyet. Előbb elintézem a formaságokat, csak egy perc. Igen, az osztrák városok. Herr Leutnant, bitte ein Moment. Der Meister Verdi kommt aus Parma. Wegen eins Open Audi der Fans ein Einheit in Pass aus der Parma. Ja, gut. Dankeschön, mondja, hogy dankeschön, akkor örülnek. Dankeschön! Legalább nem kellett sorba állni. Nem, adja csak ide. Én vagyok itt a költő, a librettista és minden más, ami itt kell. Vagyunk. A mi díszletezőnk. Nem tiltakozom, viheted. A milánói Scala után a legfontosabb operaházak a nápolyi San Carlo és a velencei La Fenice voltak. A La Fenice számára írta Verdi az ötödik operáját, az Ernánit. Most már mehetünk a szállodájába. 1843 elején Verdi Velencében együtt dolgozik a velencei Francesco Maria Piavéval, aki költő és librettista. Gyönyörűséges még ebben az esőben is. Á, Velence, a szépség nászajándokod. Téged imádni nekünk adatot. Menjünk be a Floriánba, ott meleg van. Itt inkább hideg van. Á, ez túlzás.
Az Ernani alapja a Victor Hugo színműve volt. Nézzük át még egyszer az Ernánit. Nos, fogjunk hozzá. Az Ernani után Piave még 7 további Verdi opera szövegkönyvét is megírta. Mivel szolgálhatok? Forró csokoládét kérek. A szokásos. Igen. Kávét? Kávét kér? Na, igen, kávét, kávét. Kávét. És egy kis süteményt is, tudja. Igen, olyan... is. Piave vidám fickó volt, és nem is rossz költő, de Verdi indulataiból bőven kijutott neki. Verdi ízekre szedte a librettóit, hogy aztán ezt újra összerakja. Ezt nem bírják megoldani. Itt, nézze. Ki az, aki ezt egymás után el tudja énekelni? Egy cavatinát, egy duettet és még egy finálét is, hm? Ki kell húzni? Ki? Pirossal! Hát jó, húzza ki. A tömörség erőt ad. Ez így van. Soha ne pazarolj 2 szót, ha 1 is elég. Azt hiszem, maestro, én bőséges vagyok mindenben. Azt látom. Nos, szedje versbe ezt. 2 sorba, csak 2-be. Bocsánat. De rímeljenek. Igen. Uraim! Már a maga idejében is szokás volt kifigurázni Piave verssorait. De a modern kritikusok szerint ideális alapot adtak Verdinek, hogy rájuk építse a maga összetéveszthetetlen, szenvedélyes, mindent elborító muzsikáját. Parancsoljon! A színpadi szöveg. A színpadi szöveg, vagy... Hogy is magyarázzam? Nézze! Egy szó. Néha csupán. Egy szó... megvilágíthatja az egész jelenetet. Ne higgítsa fölöslegesen a szöveget. Megértett? Uh-huh. Tökéletesen. Piave jó költő volt. Nem költő. Versfaragó. De azon kívül egyszerű, jólelkű, nyílt szívű barát nézze, is. Nézze, ő volt az első nézze, abból a Verdi körül kialakuló beszél. Hűséges egy csoportból, jelenet, akik türelemmel viselték a maestro zsarnoki természetét. Egy egész operára való szöveg. Finom, ugye? Nem rossz. Innen fogunk húzni. Milyen lett? Sokkal jobb. Kihúzta a libretto felét, és ön azt mondja, sokkal jobb. Sokkal erősebb, tömörebb. Ön tömör? Nem én. Verdi. Verdi 3 hónapot töltött Velencében, távol Milánó arisztokrata és értelmiségi szalonjaitól. Ez idő alatt sikeresen be tudta fejezni az Ernani zenéjét. Ernani! Tu Sernani, il bandito l'indegno, turbatore di queste contrade. 1844. március 9-én az Ernánit bemutatta La Fenice. Csodálatos opera. De Verdi sok operát írt, összesen 26-ot, és nem tudjuk mindegyiket olyan részletesen bemutatni, mint szeretnénk. Ernani nagy siker volt. Verdi bekerült a legnagyobb olasz zeneszerzők közé. Az olasz jelző azért is jogos, mert a félsziget lakói ma is úgy tartják, hogy Verdi volt az első, aki kifejezte azt a még bizonytalan összetartozás érzést, amely a szabadság és az egyesülés vágyában öltött testet. Az ő muzsikája egész Itália nyelvén tudott szólni. Csendet! A
Azt mondtam, hallgassanak el azonnal! Minek? Miért nem énekelhetünk? Azonnal hallgattassa el őket! Kertjük, nem San Marcóét! Hogy van, Castigliáét! San Marcóé is jó lesz! Ébresszük csak fel! Menjünk már, menjünk! Az Ernániban, és ez alapvető a későbbi művek szempontjából, Verdi először tanulmányozza a karaktereket, magát az embert. Az emberi természet megfigyelése segíti, hogy felejthetetlen szereplőket teremtsen. Az a 6-7 opera, amelyet a következő 5 évben hoz létre, bizonyítja, milyen remek megfigyelő volt. Olyan kemény munkakorszak volt ez, hogy később a számüzetés éveiként emlékezett meg róla. Ezt is másod le. Milánóban élt. A Via Monte Napoleone 206 alatt. Ebben a házban egy fiatal ember is lakott, aki tanulni jött Buszétóból. Verdi szomszédjaként elég volt csak átfüttyenteni neki az ablakból. Emanuele Muzio volt Verdi egyetlen tanítványa. Piavéhoz hasonlóan egyszerű jólélek. Nem volt különösebben tehetséges, de hűsége és szerénysége sokat jelentett a magányos Verdinek. Milánó zajos, kaotikus világába elhozott valamit Buszétó levegőjéből. Valójában a Buszétó környéki Zibellóból, a Pó ködös partjáról származott. Verdihez hasonlóan kisfiúként ő is a templomban énekelt. Barezzi a szárnyai alá vette, segítette a tanulmányait, és elküldte őt Verdihez. Muzióval Verdi kiengedhetett, és saját maga lehetett. Muzió, ez cíz, te kelekótya, mire gondoltál? Hm? Nem, majd oda. Köszönöm. Aznap nem volt hosszú az óránk. A maestro egy pillanat alatt megtalálta a többi hibát is. Mennyien fizettek volna még 3 tallérnál többet is, hogy Signor Maestro Verdi tanítsa őket. De ő mindenkit elküldött. Csak velem, szegény ördöggel tett kivételt. Jó, most rendben van. Mára elég is lesz. Emanuele? Gyakran még reggelivel is megkínált. Emanuele, a sütemény. Muzio költségeit Milánóban Barezzi fedezte. És épp úgy, mint Verdi esetében, a ruháit is ő vásárolta. Nem akarom összekenni. A maestro oly nemes lelkű, oly kedves hozzám. Oly hatalmas a szíve, amelyet csak az önéhez lehet hasonlítani, Signor Barezzi. Nincs a földön még egy önökhöz fogható személy. Muzio rendszeresen hetente 2-3 írt Barezzinek, aki gondosan megőrizte a leveleket. Ezekből a felbecsülhetetlen dokumentumokból ismerjük Verdi mindennapjait. A fő téma mindig Verdi. Signor Maestro Verdi. A levelekből élénk képet kapunk Verdiről. Nem! Amint épp a lombárdok felújítását állítja színpadra. Hihetetlen! Ez nem lehetséges! Ez a kiabálás! Nem akarok kiabálást! Megértették? Már 100-szor megmondtam, ne kiabáljanak! Halkan, suttogva, alig-alig, némán! Késő van! Éjszaka van, értsék meg! Már annyiszor megmondtam, játszon! Ne feledjék, éj van! És maguk brigantik, rablók, gyilkosok! Miért játszik, miközben magyarázok? Éj! Sötét! Éj! Rejtelem! Értik már? Rejtelem! Na most játszon! Játszon! Non per il nostro segno
partiti morvigliak a sale, zonzo, non per il nostro segno. Úgy mozog, mint aki minden erejét beleadja, énekel és toppant a lábával, mintha egy orgona pedáját nyomná. Remélem, végre megértették! Kezdhetjük a próbát. Olyan erősen verítékezik, hogy fénylő cseppek maradnak a nyomában. Még egy gyors pillantás a kórusra és a zenekarra, és minden megvilágosodik. Muzio hamarosan Verdi segítője lett. Maestro, a hegedűt duplán, ugye? Igen, a brácsákkal együtt. És ne feledkezz meg a francia kürtről sem. Ugyanannál az asztalnál dolgozunk, és szavamra nagyon jól érzem magam. Ebben az időszakban Verdi 5 operát komponált szinte minden szünet nélkül. A 2 Foszkárit, az Alzirát, a Giovanna d'Arcót, az Attillát és a Haramiákat. Muzio naív és őszinte szeretetről árulkodó levelei hétről hétre mindenről tájékoztatják Barezzit. Kedves Signor Antonio, az elmúlt 2 napot a maestro ágyban töltötte a reumája miatt. Az állapota már javult. Hála az általam bemasszírozott kenőcsöknek. Még fáj? Ezek nagyon feszült évek voltak. A lázas munka közben Verdi sokat betegeskedett. Egészséges ember volt, 87 évet élt meg, de érzékeny idegrendszere miatt vigyáznia kellett az étkezéssel. A maestro gyakran szenved emésztési zavarokban. Diarés panaszai miatt pihenni sem tud. Képzelheti, mily fájdalmas számomra, hogy így kell látnom őt. Könnyek szöknek a szemembe. Muzio! Igen? Sajnálom, Muzio. Ó, maestro, bár többször lenne beteg, hogy ápolhassam. Ó, vagyis... bocsánat. De nem kell aggódni a Signor Antonio. A maestro mellett olyan ember van, aki boldogan megteszi azokat a szolgálatokat, amelyektől fizetett inasok gyakran elzárkóznak. Tessék? Nem, semmi, semmi. Nyilvánvaló, hogy nem egyenlők barátsága volt ez. Mesterről és tanítványról volt szó, és tekintve Verdi zárkózott nehéz természetét, úgy is mondhatjuk, hogy a kapcsolatukban Muzio az alárendelt szerepét játszotta. De mégis többet jelentett ennél. Benne volt Busszétó és Barezzi is. Mély és tartós érzés volt, ami segítséget és támaszt jelentett Verdinek addig, amíg Giuseppina Strepponi el nem foglalta Verdi mellett az őt megillető helyet. Giuseppina egyre kevesebbet énekel, a hangja nem bírja az állandó igénybevételt. Most az Ernaniban lép fel Bergámóban, és Verdi Bergámóban megy azzal az ürüggyel, valóban ürügy volt, hogy meghallgassa az Ernanit. Kávét? Igen, köszönöm. Pincér! 2 kávét. Tudod, csak ma még nem kávéztam. Á. Mikor kezdődnek a próbák? Holnap. Ó. Oh. Nálam van a levél. Mielőtt feladom, még egyszer át kell olvasnunk. Itt? Igen. A kávé. Giovanni Nelucca. Köszönöm. Zenemű kiadó asszonynak. Milánóban a Scala címén. Tehát egy üzleti levél. Azért fontos nekünk, mert jelzi, milyen volt a viszony Verdi és Giuseppina között ebben az időben. Tisztelt asszonyom! Verdi kérésével kapcsolatban, amelyről legutóbbi levelében ír, biztosíthatom róla, hogy Bergamóból visszatérve újra én fogom a maestro ügyeit kezelni. Tetszik, ahogy írok? Azt tetszik, aki írja. És megbeszéljük majd az új szerződést. A szerződések és a kiadók ügyében Verdi ismét csak Giuseppinára hagyatkozik. Alkalmazol? Már így is teljesen a hatalmadban vagyok. Rendben. Azt ígérted, elviszel a katedrálisba és a Colleoni kápolnába. Mm-hmm.
Mivel hatott Giuseppina Verdire? Először is és mindenek felett mindvégig a jó barátja maradt a szónak a legjobb értelmében. Verdi érzései Giuseppina iránt lassan érlelődtek. A fontos dolgokban Verdi mindig lassan lépett. De úgy tűnik, hogy ezek az érzelmek a találkozásaik között eltelt időszakokban egyre mélyültek. Giuseppina messzire utazott Palermóba, hogy valaha gyönyörű hangjával ismét színpadra álljon. Verdi Bussétóba ment és onnan Milánóba, hogy folytassa a munkát. Még nem állt rá készen, hogy nyilvánosan vállalja Giuseppinát. Bussétóban nehéz lett volna ezt a barátságot eltitkolni. Giuseppina énekesnő volt, méghozzá híres, és az emberek plecskáltak róla. Érthető, hogy Barezzi zavarban volt. Jól tudta, hogy az idő elkerülhetetlenül elhalványítja Margherita emlékét. De mit gondoljon erről a Strepponiról? Milyen hatással lehet Verdire? Ha egyszer Verdi majd együtt él vele, ami előbb-utóbb bekövetkezik, nem fordít-e hátat végleg Bussétónak? Hé, van itt valaki? Mindenki elutazott. Verdi! Ó, maestro! Bastiano! Gyere, segíts a csomagokkal! Jó napot! Jó napot! Hagyja csak, majd én hozom! Szedd le mindent, maradok egy darabig! Signor Antonio! Signor Antonio! Újra itthon? Megjöttem. Azt látom. Bravo! Ó, Verdim, Verdim, ülj ide, ülj le. Nem, ide ülök, az az ön helye. Señor Antonio. Nos, mi újság? Mik a terveid? Amint mondtam, maradok egy darabig. Itt nyugodtan dolgozhatom. Jól fogod magad érezni. A fenti szoba csak téged vár. És Riglit is szereltettem, ahogy a leveledben kérted. Úgyhogy senki sem törhet rád, és zavarhat a munkádban. Bezárkózhatsz, se látogató, se senki. Ó. Señor Antonio. Igen? Az a birtok, amiről írt, arra Leronco lefelé. A Pulgaro? Mit akarsz vele? Nos, arra gondoltam, tudja, ha valóban olyan jó üzlet. Ó, igen, az. Nos, akkor talán, mert be akarom fektetni a bevételeket. Úgy érted, földet vennél Bussétóban? A városodban? Miért is ne? Nos, ön készítse elő a szerződés Balestra közjegyzővel. Én közben nyugodtan dolgozom az új operán. A két Foscarin? Igen. Szabad! Igaz, hogy itt van? Kicsoda? A maestro, Verdi! Finola! És a többiek! Ez hiányzott! Csomaggal érkezett? Már tudják, hogy megjöttél. Menj a szobádba, gyorsan! Persze, gyorsan. Ó, a kalapom. Gyere! Erre. Emlékszel, hol a szobád? Igen. Apám! Megérkezett, ugye? Igen, de senkit nem akar látni. Ez rám nem vonatkozhat. Te vagy a legrosszabb mindközt. Épp miattad kellett feltenni a Riglit, mert folyton bejártál. De én csak... Menj innen, mert a végén elkergetitek Bussétóból, piócák. Te meg a többiek. Á, na és ő? Mind itt vagyunk, de hol van Verdi? Verdi bezárkózott fent a szobájában. Ah, és akkor mikor jön? Na, de azt legalább tudja, hogy itt vagyunk. Köszönhetünk neki legalább. Fáradt. Fáradt. Te is az lennél, ha egyenesen ide jönnél Bergámóból. Hogy Bergámóból? Miért? Mert ő ott énekelt. Ki? Strepponi. Marad egy darabig? Igen.
befejezi az operáját. A két Foscarit? Igen, a római operaház. A két Foscarit. A két Foscarit. És ezentúl vásárol is. Hm? Jól hallottad, itt Busszétóban. Földet ez Busszétóban? Megveszi a Pulgaro. Igen, a Pulgaro? Akkor itt a közelben? Akkor ezek szerint itt akar letelepedni Busszétóban? Azám. Úristen, megveszi a Pulgarót. Ó. Ti nem tudtok semmiről, he? Nem. Egy szó sem senkinek. Ez titok. Világos? Egy léleknek sem. Titokban tartjuk. A hír hamar elterjedt, és Verdi, mint mindig, rettentő dühös lett. De azért mégis megvette a birtokot. Rendben, most a következőt is. Igen. Verdi egy házat is vett Busszétó központjában. Nem is akármilyet. A gyönyörű Palazzo Cavallit. És még több tulajdon szerzett. Úgy tűnt, hogy Maestro? Nem tud elszakadni a gyökereitől. Valóban le akart telepedni Busszétóban? Talán most, hogy megvette ezt a remek házat, a Maestro, több időt tölt majd Busszétóban. Igen, úgy lesz. Legalábbis így tűnt. De van egy levél, amelyet röviddel ezután Appiani grófnőnek írt Milánóba. Drága barátném, még mindig tart izgalmas látogatásom a szülővárosomban, Busszétóban. Olaszország, Párizsa. Ó, mennyi szépség, mennyi elegancia. Miért te szarkazmus? Gyűlölte volna Busszétót? A bosszantó kíváncsiskodást, a lakosok bírvágyát, vagy a meglehetősen agresszív csodálatukat? Igen, gyűlölte Busszétót, de ide kellett költöznie. Anyám és apám jó egészségnek örvendenek, és bizonyára boldogabbak, mint én. Boldogabbak, mint ő? Miért? Verdinek látszólag minden megadatott. Pénz, siker, sőt a hírnév is. Most először a kintornán! Sorge mira, te benavatira, stane mira, giovene! Sei bella, sei bella, la passerella, a leghatalmasabb utcai kintorna, amit Milánó valaha láthatott. A hengeren szinte a Maestro egész operája rajta van. Ahogy hallhatják, ez Múció, aki újabb levelet ír Barezzinek. Az osztrák hatóságok nem engedélyezték az esti felvonulást, mert elzárták volna a kocsik útját, de nappal persze pontosan ugyanaz történt. Énekelje a Giovanna d'Arco Giuseppe Verdi új operáját! Giovanna d'Arco, csak egy szoldó, minden ária és a kórusok! Giovanna d'Arco az ifjú lány, aki feláldozza magát, hogy megszabadítsa a hazáját a betolakodottól. Tessék! Én is! Most jön a legjobb rész. Teker, forgass, Gigi, gyerünk! Most következik a kórus! Mikor kezdjem? Most! Mindenki! Az osztrákok nem csak azért tiltották az utcai kintornát, mert zavarta a fogatokat. Az opera librettójában az áll... Győzelem a dicsőséges szűznek, és halál az elnyomóra! Az osztrákokra! Az osztrákokra! Az opera szavai angol elnyomókat említenek, de itt és most mindenki Ausztriára gondol. Hajtani, uram. A lovak nem férnek el! Innen! Kivelet elég volt! Az indulom! Az utamból! Járt az indulom, Gigi! Tisztuljatok innen! Tiszta az út! Indulhatsz! Barré, barré! Fél emberek! De mit csinálsz itt? Elfoglalod az utat! Épp ülmelsz itt! Elfoglalod az utat! Kapaszkodjanak!
Verdi muzsikája az operái Itália ellenállásának emblémájává vált. Minden mondat, ami Itáliára vonatkozhatott, jó alkalom volt a demonstrációra. Szakott a gát, Signor Barezzi. Verdi Attilája felgyújtotta a hazafiság lángját. Csak kiabáltok! Miért nem próbáltok elzavarni, pohányok? Hamarosan az is meg lesz, fiacskám! Jól mondod! Az is meg lesz, fiacskám! Gyávák, jára szálltok, de fegyvert fogni féltek! Ha? Nem, még nincs itt az idő. Nem most, uraim! Hallgassuk meg a folytatást is! Olyan a közeg, mint a dökkesőjük! Most legalább kaptak egy kis teszkét! Így aztán, amikor az Attilát a velencei premier után a milánói Scalában is bemutatták, csak nem kitört a felkelés. ...1846-ot írunk. Már csak 2 év és megkezdődik a valódi forradalom. Egész Európa megmozdul, hogy lerázza magáról a megmerevedett, régi világ kötelékeit, amelyeket Ausztria és az osztrákok jelképeztek. Verdi most először foglalkozott a hazafiság témájával a saját szája íze szerint. A lombardok óta 3 év telt el, elképzelései beértek. Az Attila tele van élettel. A ragyogó jelenetek, sőt még azok is, amelyek nem túl ragyogóak. Azok, amelyeket egyesek közönségesnek, mások viszont népinek neveznek, amelyek a néphez szólnak. Ezek a dallamok belopták magukat a nézők fülébe, de még inkább a szívébe. Az Attila a mai napig életet sugároz. Mint Verdi operái gyakran vallásos elemeket is tartalmaz, de olyasmit is, ami ritka nála, leíró részt. A zenekar most a napfelkeltét idézi a velencei lagúna felett. Abban az időben a színpadi napfelkeltét bonyolult gépezetekkel lehetett előállítani. Készüljünk! Minden rendben? Fel a fényeket, mikor jelzek! Mindenki a helyére! Az emelünk készen! Figyeld a crescendót! Mindjárt! Tudom! Ne felejtsük el, hogy abban az időben a színpadi világítást olajlámpákkal oldották meg. Fel a napot!
Kedves Signor Barezzi, Milánóban most gázlámpák világítanak, de olyan fényesen, mintha nappal volna. Szép, ugye? Párizsban már 3 éve használják. Látod? Gázlámpa. Valóban nagy különbség. Látná a bulvárokon. Képzelem. A fiatal párok nem örülnek neki. Ők jobban kedvelik az árnyékos sarkok titkos romantikáját, viszont... Giulio Carcano tehetséges irodalmár, a Maffei Salon állandó vendége, Shakespeare összes műveinek fordítója. A gázlámpa? Ez valóban a haladás jele. Visszatérve a Macbethre, ez Shakespeare egyik legtömörebb drámája. És a legvéresebb. Mindenképp nagyon nehéz fordítani. Ő volt Verdi tanácsadója irodalmi ügyekben. Ő bíztatta arra Verdit, hogy írjon operát a Macbethből. Kedves Piave, itt küldöm a vázlatot a Macbethhez. Megint Piave írta meg a librettót, de Verdi még szorosabban felügyelte, mint korábban. Minden részletre odafigyelt, tökéletes művet akart alkotni. Ez a tragédia az emberiség legnagyobb alkotásainak egyike. Szófogadatlan gyerek! Nézd csak meg! Eltörted! Nem akartam, ne üssem meg! Megérdemled! Szígyeld magad! Az egész háztartás a nyakamon! Becsukod az ajtót! Csukd be! Elolvastam az első jelenetet. Túl bőbeszédű. Ugyanezt a fele szóval is el lehet mondani. Dobja ki azokat a nyálas sorokat. Azokat a nyálas sorokat. És főleg írjon rövid sorokat. Kérem. Ó, hát persze. Minden sor legyen fontos. Fennen szárnyaló. Ó, igen. Fennen szárnyaló. Kivéve a boszorkányok kórusát. Itt használjon közönséges, mégis különös, szokatlan szavakat. Majd megkérem a nejem, hogy írja meg. Verdi számára ennek az árulással és erőszakkal teli tragédiának a főszereplője Lady Macbeth. Az ő karakterét dolgozza ki a legjobban. Nem, nem. Madame Tadolini hangja túl szép Lady Macbethhez. Talán furcsán hangzik, de úgy van. Lady Macbeth hangja harsány, sötét, érdes. Verdi egyre nagyobb gondot fordít szereplőinek jellemzésére. Ne hagyjon cserben. Térden állva kérem. Legyen ez a Macbeth tömör és fenséges. Ennyi? Verdi hasonlóan aprólékos volt az egész munka során. Madame Barbieri készen áll? De különösen a színpadra állításban. De maestro, 1 óra múlva színpadon kell lennünk. Igen, pontosan. Van még 1 óránk, ez elég. Varese, a kisteremben fogunk próbálni. Varese. Igen, maestro. Még egyszer a duettet? Aha. Próbáljuk el még egyszer 1 órával az előadás pontosan. Előtt. De már rajtunk a jelmez. Annál jobb. De hiszen elpróbáltuk már vagy 150-szer körülbelül. Legalább. Nos, ebben a fél órában elpróbáljuk 151-szer. Miután az Attila néhány szörnyen rossz előadást ért meg a Szkálában, Verdi megesküdött, hogy többé nem teszi be oda a lábát. A Macbeth bemutatójának színhelyéül a firenzei teátról a pergolát választotta. Ebben a jelenetben Macbeth épp... Tessék! Épp megölte... És a tör? Nem hozta a tört? Ajaj! Nem gondoltam, hogy... Igen. Használja ezt. Igen. Kezdhetjük? Épp megölte az alvó királyt. A tette miatt a lelke tele van rettegéssel. Felesége, aki a cinkosa is, bátorítani akarja. Fatal mia donna, murmure, com'io non intendesti. Nel gufo di nostride, teste che mai dicesti. Io? Dianzi udel ti parvemi. Io scendea. Sì. Di nella stanza attigua, chi dorme? Il regal figlio! Ho visto orribile! Storna da questo il ciglio! Ho visto orribile! Nel sonno dichiaravano i cortigiani ed io, sempre mi assista e dissero, mentir voglio anch'io, ma la parola indocile ce l'ho sui labbri miei. Follia! Perché ripetere follie. Quell'ame non potei? Follie, che spendo perché, perché non potei? Verdi vendégeként Barezzi is elment a bemutatóra, mint igen kedves vendég. Olvassam el. Kérem. Kedves apósom,
Már egy ideje vágytam rá, hogy egyik operámat önnek ajánlhassam. Önnek, ki apám, jótevőm és barátom egyben. Egy operát. A Macbethet. A Macbethet nem lehet. Olvassa tovább. Önnek ajánlom hát a Macbethet, amelyet minden operámnál jobban szeretek. Tiszta szívvel ajánlom az ön szívének, és kérem, hogy fogadja el, mint örök hálám és szeretetem jelét. Nem, fiam. Nem tartozol nekem semmivel. Na. Mert te mindig is, meg aztán olyan rég volt, az a pár rongyos léra. Nem. Tudod, már az, hogy fiamnak hívhatlak. Nagy tisztesség nekem. Apa? Miért ülsz itt a sötétben? Milyen csodás dolog a gázláng, ugye, Signor Antonio? Igen. Nem is tudjátok, mi történt. Nem tudjátok. Verdi... Verdi a Macbethet nekem ajánlotta. Ne. Gyertek. Kedves apósom, már egy ideje vágytam rá, hogy egyik operámat önnek ajánlhassam, ki igazi apám, jótevőm és barátom. Ez kötelességem. Önnek ajánlom hát a Macbethet, amelyet minden operámnál jobban szeretek. Mademoiselle, a hangot meg kell tartania, ön csak erőlteti, és mikor lélegzik, tegye mélyről, a mellkasából. Mélyről, compris? Nagyon jó lesz. Giuseppina Párizsban volt. Egy zenei újság, a France Musicale 1846. november 15-én tette közzé a hirdetését. A híres szoprán Strepponi énekleckéket ad hölgyeknek az otthonában. A hangja nem bírta tovább, de tovább kellett lépnie, hogy fenntarthassa magát, a családját és a gyermekeit. Ezekben az években Párizs volt Európa fővárosa, és a híres Strepponi könnyen talált tanítványokat. Mademoiselle, ide adná a szakottát, kérem. Már is. Nézze át ezeket a gyakorlatokat. Nagyon érdekes. Ma se vous danse de rôle Abigail de Nabucco. Nabucco à Paris. Ön az. Ön énekelte a Nabuccot itt Párizsban. Igen, úgy van. Igaz, madame, hogy ön énekelte először a szerepet? Igen, de most már folytassuk. A Nabucco nagy siker volt Párizsban, és a híre Londonba is eljutott. Az angolok egy új operát rendeltek Verditől. Verdi elvállalta, sőt abba is belement, hogy Londonba utazzon vezényelni. De hogy Londonba érjen, ahhoz Párizson is át kellett utaznia. Madame? Igen? Bocsásson meg. Jó reggelt. Maestro. Bemehetek? Ó, tessék! Úristen, az asszonyom... Óra van? Igen, de az asszonyom biztos megszakítja. Megvárom a végét. Egyenesen Milánóból? Bizony. És Londonba tart? Úgy ám. Az órának vége. Szólok asszonyomnak, hogy... Szinte biztos, hogy ez a párizsi látogatás jó ideje tervbe volt véve. Az Attila velencei próbái idején Verdi még francia leckéket is vett. Az is lehet, hogy azért ajánlotta a Macbethet Barezzinek, hogy megnyerje következő lépéséhez Margherita apjának jó indulatát. Holnap, ha van kedve, elővehetünk egy balladát. Nagyon jó lesz. Ne fáradjon!
Várjon, Madame Strepponi, ismerjük a járást. Maestro Verdi? Mm-hmm. Na hát. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alina! Akkor hívhatom? Nem kell. Jött még valaki? Igen, itt van. Mégis ki? Menj, menj! Vezesd meg! Menj! Alina, nem hallod, mit mondok? Ki az? Tessék, jöjjön be! Csak én vagyok. Istenem! Csak én. Nézd rám! Nem vagyok árny, én vagyok. Ha? Istenem! Mi az? Már nem is örülsz nekem? Nem örülsz? Ne sírj, ne sírj. Olyan buta vagyok. Ne. Talán el akarsz zavarni. Jaj, hol is van. Tessék. Istenem, Istenem. Jaj, te édes kis butám. Jaj, butuskám. Hajd abba. És Giuseppina megértette, hogy ezúttal valóban örökre szól. Nem lesz több elválás, nem lesz több búcsúzás. Butus. Verdi Londonba ment bemutatni a haramiákat. És a visszaúton újra megállt Párizsban. Magyar szöveg Csantavéri Júlia. Szerkesztő Fábián Noémi. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi. Il piangere non